Úgyhogy ha kivágtátok, akkor a következő feladat pedig az lesz, hogy ráhelyezitek középre a deszkára, és körbe rajzoljátok az épületet. Éppen a Völgységi Múzeum épületét formáló fali kulcstartóikat készítik az intézmény nyári napközis táborában résztvevő gyerekek. A kicsik egy héten át tölthetik el így szervezett keretek között a szünidőt. Most vagyunk a második táborában a Völgységi Múzeumnak, és minden egyes napnak egy külön tematikája van. Ugye a hétfői nap a múzeumba töltöttük, akkor volt nemezelés, agyagolás, mindenféle játékok, meglátogattuk a tűzoltó, illetve a Völgységi Múzeumot, sétáltunk egy kicsit a városban, illetve lementünk a pincébe, és volt egy kis sorverseny is, és mindössze ez egyetlen egy napnak a programja volt. Kedden ellátogattunk Sötétvölgyre, felsétáltunk az egyik kilátóra, illetve visszafelé Kakasdon a Makovec Imre tervezte faluházat megtekintettük. Most pedig itt vagyunk a Völgységi Múzeumban, és egy reggel volt egy komposztálásról, egy izgalmas előadásról, a gyerekek megtanulhatták, hogy milyen dolgokat lehet a komposztba tenni, ez hogyan működik, pontosan mi az, amit nem kéne oda tenni. Most pedig egy speciális Völgységi Múzeumot mintázó egyedi kulcstartónak a készítésével foglalatoskodnak. Ezt követően pedig a múzeumban lesznek különféle kódfejtős, régészkedős programok, holnap pedig irány a Pécsváradivár. Tehát így igyekszünk mindig egy kicsit természettudományos, kicsit figyelemfelkeltő, illetve a történelemre, a történeti múltra, illetve a néprajzra reflektáló programokat szervezni. Minden táborunkban az a közös, hogy rendkívül sok és rendkívül sokféle program van, üres idő az nagyon nincsen. Tehát nem nagyon töltünk időt játszótereken, illetve a múzeum előtt, hanem igyekszünk mindig valamilyen információt adni a gyermekeknek, és hát a második táborunk harmadik napjának a délelőttjén én azt látom, hogy ez egy jó fogadtatásra lehet. Eddig nagyon sok szép, pozitív visszajelzést kaptunk. Arra helyezzük a hangsúlyt, hogy nem az iskolai tudást szeretnénk mindenáron visszakérdezni, hiszen nyári táborról van szó, hanem azt kiegészíteni, de úgy, hogy interaktív formában ismerkedhessenek meg akár a természettudományokkal, akár pedig a hétköznapi dolgokkal, ami sajnos tananyagban nem szerepel, ilyen például az általad említett komposztálás is, de a virágültetéstől elkezdve a virágkoszorú készítés és még a mai program része lesz. A szervezők tehát úgy állítják össze a táborozók heti programját, hogy a gyerekek érdekes módon játékosan jussanak olyan információkhoz, amikre az iskolapadban nem feltétlenül jut idő. Nem egyszerű feladat, de igyekszünk felnőni a kihíváshoz. Ugye ma délután a Pécsi Tudományegyetemnek két kollégája fog ellátogatni hozzánk. Az egyik kollégával egy működő vulkánt fogunk építeni, Pirko Felelvinnel pedig a PTL-nek a Mars járóját fogják kipróbálni a gyerekek távirányítással. Tehát én azt hiszem, hogy ezek olyan elég izgalmas programok, amik így minden korosztálytól az 1-től 99 éves korosztályig mindenkit képesek megszólítani. Én legalábbis nagyon izgatottan várom ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy az ismerettség számít mostanában is, hogy olyan programokat tudjunk a gyerekeknek, ami akár a történelem, a néprajz vagy a természettudományokat érinti, kapcsolati tőkéből építkezünk, de igyekszünk mindig újabb és újabb embereket megismertetni a gyerekekkel, illetve olyan alapanyagokat, amikkel nem találkozhatnak mindig, és hát a természeti környezet meg a völgység megismerése hagyományokkal együtt ez az alapvető feladatunk. Emellett természetesen a múzeumi munka is zajlik, és én biztatok mindenkit, hogy látogasson el a múzeumba, nézze a honlapot, a különféle szociális média oldalainkat lehet követni, és látszik, hogy mindig rendkívül sokféle izgalmas programmal készülünk. Szeretettel várunk mindenkit, hogy látogasson el hozzánk. A Völgységi Múzeum munkatársai az idei szezonban még szerveznek egy tábort, ahova várják a jelentkezőket. Lehetséges jelentkezni, augusztus második hetében lesz az utolsó táborunk. Hát sok üres hely már nincsen, szóval biztatok arra mindenkit, hogy inkább személyesen jöjjön be a múzeumba. Ugye az első táborunknál is egy kicsit túlcsúsztunk a tervezett 15 fős létszámon, most is 19-en vagyunk, eredetileg 15 fősre tervezzük a táborokat, de ilyenkor egy kicsit rugalmasak vagyunk, és hogyha utolsó pillanatban jelentkezik valaki, akkor van még rá lehetőség, hogy így létszámon felül bejelentkezzünk. Illetve hát ezúton szeretném megköszönni a kollégáimnak a munkáját, akik nélkül ezek a táborok nem valósulhatnának meg. Egy táborra tehát még lehet jelentkezni a Völgységi Múzeumban, de érdemes egyénileg is felkeresni a fantasztikus leletanyagot bemutató Banyhádi intézményt.